Nóta szóval érkeztek a népdalkörök a 6. alkalommal megrendezett betyárdal, bordal és pásztordal versenyre. A Törő Gábor hagyományőrző népdalkör egyesület minden évben megrendezi a versenyt, ahol a címre utalóan a megjelent együttesek, egyéni indulók, bor, betyár és pásztordalokat adnak elő. Olyan dalok ezek, melyek itt a Sáréten a régi világban mindennaposak voltak. A jószágokat őrző férfiak gyakran énekelték ezeket a dalokat, s az életről, az érzelmekről szóltak. Az idei rendezvényre közel 15 településről 30 fellépő érkezett. A Törő Gábor hagyományozó népdalkör egyesület most 6. alkalommal rendezi meg országos betyárdal, bordal és pásztordal versenyt. Jelenleg nagyon jól állunk, közel 30 fellépőnk lesz. Ennek egy része szólóba, egy része pedig csoportos. A Szolnoktól Balmazújvárosig bezárólag inkább a tiszántúli csoportok jöttek el hozzánk. 9 órakor kezdünk, a polgármester asszony nyissa meg a rendezvényt, aztán 12-ig fog a délelőtti műsor tartani. Általában úgy van beosztva, hogy egy szóló, egy csoport, egy szóló, egy csoport, akkor ebéd idő lesz 12-től 14-ig, és 14-től körülbelül 17 felére végzünk a második résszel, tehát a délutáni résszel. Utána átmegyünk a városi rendezvényre, és a legjobbak, az itt legjobban szereplő csoportokból 3, vagy szóló, attól függik lesznek a legjobbak, azok ott felléphetnek, ajándékba kapják ezt a fellépési lehetőséget. Mivel a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör rendezi a versenyt, ők nem lépnek fel versenyzőként, csak egyéni indulói vannak a csoportnak, idén 3 voltak. Boros csokrot hoztunk, ezt még a férjem Sanyi állította össze, és most úgy gondoltuk, hogy mivel bordal is szerepel a rendezvény nevében, ezért most boros csokorral fogunk fellépni. Mi nem indulunk soha, mint versenyző, tehát mi kizárjuk magunkat. A csapatból vannak egyéni fellépők, ők most az idén már versenyben szerepelnek. Hát az egyik tagunk, Eszenyi Imre, ő nép vagy nótával szokott fellépni, de most ugye a népdallal lép föl, van egy kis reménységünk Dórika, Rász Dórika, ő még igazából nem mérettette meg magát, nem olyan régóta szerepel ő egyénileg, de bízunk benne, hogy ügyesen fog szerepelni most is. Romhányi István is föllép még, ő már megmérettette magát a népzene területén, és ezüst minősítést kapott, és ő is fellép egyéniben. A versenyre eljöttek a Balmazújvárosi Kadars népzenei együttes és a Rózsalilium Citera csoport is. Hortobágyi pásztordalokat és szatmári mulatós csokrot hoztak magukkal. Rendszeres fellépői vagyunk ennek a Püspökladány Bordal és Betyárdal Fesztiválnak, és mindig jó, szép eredményeket értünk el. Szoktunk egyébként más hova is menni, más népzenei találkozókra. A Kadars Népzenei Együttessel hortobágyi népdalokat hoztunk, azaz hortobágyi pásztordalokat az Ecsedi István és Agár Dévike gyűjtéséből, ugye mivel ez Betyár és Bordal Fesztivál. A Leánykákkal, a Rózsalilium Citera csoporttal igazából nem bordalokat, és, mert hát a lányok szájában most nem adhatok bordalokat, de nekik van egy kis karádi lánycsokruk, lakodalmas csokruk és egy szatmári mulatós csokruk. Országos megmérettetés lévén más megyéből is érkeztek népdalkörök. Kunmadarasról az Őszi Rózsa népdalkör például, akik közel 8 éve működnek. Voltunk már itten, és örülünk, hogy most is meghívtak bennünket, és szeretettel jöttünk. És ők is szeretettel jönnek mi hozzánk Kunmadarasra. Debreceni és környéke dalokkal, és pásztordalokkal. Találkozó, ismerkedés, és ugye ezért jöttünk el. Meg aztán nálunk is szokott lenni dalos találkozó, most ősszel lesz katonadalos találkozó, 250 személy volt fellépünk. A rendezvény Dombi Imréné városunk polgármestere nyitotta meg. Elmondta, nagyot álmodtak 6 évvel ezelőtt a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör tagjai, amikor is létrehozták ezt az évek óta sikeresen zajló rendezvényt. Püspökladány város önkormányzata nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 6. betyárdal, bordal és pásztordal versenyen. Örülök annak, hogy itt találkozhatunk ma, ezen a meleg nyári napon, ezen a szép napon, mely sok-sok eseményt kínál, de közülük kiemelkedik ez a rendezvény, melyet városunk egyik büszkesége,
A Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület álmodott meg 6 évvel ezelőtt, s lám nem hiába, hiszen hagyományt teremtett. Elmondhatatlanul jó érzés minden alkalommal önök között lenni, hiszen minden együtt van ilyenkor. A múlt, a jelen és a jövő is. A múlt azért, mert a dalokban, a szavakban, a népviseletben visszaköszönnek őseink, nagyanyáink, nagyapáink, déd és ükszüleink. A jelen azért, mert a dalok, szavak, viselet megmaradtak nekünk, használjuk és továbbadjuk. Éltetjük a jövő számára, de nem valamiféle önző módon, hanem szeretettel és nagy tisztelettel. Az ízes nóták, az el nem feledett népdalok, betyár, bor és pásztordalok mi vagyunk. A mi őseinktől származnak az azokban kifejezett érzések, s nekünk jó leső kötelesség megőrizni és továbbadni őket. Püspök Ladány páratlanul szerencsés, tisztelt megjelentek. Hogy miért? Mert ilyen közösségek vannak a városunkban, mint a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör, akinek tagjaira valahányszor színpadon állnak, mérhetetlenül büszke vagyok. Polgármester asszony után Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében elmondta, nagyon fontos a hagyományok ápolása, és hogy a különböző népdalkörök, akik eljöttek erre a versenyre, éppen ezt teszik. A meghívóban láttuk betyár, bor és pásztordalok. Nem tudom, mennyire tetszenek ismerni kedves meghívott vendégeink a mi világunkat itt erre felénk, talán inkább a betyárok voltak többen, illetve a pásztorok. Sajnos borból nem túl jó minőség jutott nekünk, megjegyzem, azt azért nagyon szerettük, mi is, az elődeink is. No, de hát azt hiszem, hogy ez a témakör, a betyárság, a pásztorkodás, a borral való kedves együttlét, ez azért valahol párhuzamot tölt. Párhuzamot tölt az elődeink életében is, hiszen erről számtalan történet maradt fönn, akár írásos, akár szóbeli, akár dal, akár tánc, akár vers formájában. És hát fontos azért az is, hogy ne szakadjunk el a múlttól, és mindig vannak zászlóvívők, akik azt tudják mondani, akár egyénileg, akár egyesület keretében, hogy mi bizony szívesen emlékszünk ezekre a hagyományokra, nem szakadunk el ezektől az értékektől, és próbáljuk átadni a következő generációnak. Megemlékeztek a Törő Gábor népdalkör tagjai, és a megjelentek ifjabb Víg Sándorról, aki a verseny megálmodója volt. Majd Eszenyi Imre énekelt el egy dalt az emlékére. Tisztelt vendégek! Tisztelt versenyzők, szólisták és együttesek! 2007-ben ifjú Víg Sándor a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör egyik alapítója, egyben művészeti vezetője álmodta és tervezte meg az első betyárdalversenyt és fesztivált, akkor még így nevezték. 2009. évi haláláig még velünk együtt örülhetett az egyre sikeresebb rendezvénynek. Ám 2010-ben már nélküle kellett boldogulnunk. Tudtuk és tudjuk, hogy sikeresek csak úgy maradhatunk, és a jövőben eredményesek csak úgy lehetünk, ha az ő emberi, szakmai példáját, útmutatásait megőrizzük, és felelősségteljes megújulással továbbfejlesztjük. A pusztában magam járok egyedül, rajtam még a jó Isten se könyörül. A pusztában magam járok egyedül, rajtam még a jó Isten se könyörül. A versenyen megmérettette magát a Püspök Tadányi Pengető Citerezenekar és a Kossuth Olvasókör tagjai is. Hey!
fellépő népdalköröket és egyéni indulókat dr. Jobb Árpád zsűrizte. Tanár úr évtizedek óta a megye népzenei mozgalmának segítését és támogatását tűzte ki célul. Azt lehet mondani, hogy rendszeres hallgatója vagyok ennek a nagyszerű fesztiválnak, és én egyébként debreceni lakos vagyok, és nagy örömmel jöttem az idén is, mert nagyon jó dolog, hogy ilyen alkalmak vannak, és ezek az alkalmak aztán lehetőséget adnak a pávaköröknek a fellépésre, a megmutatkozásra, a megmérettetésre. Széles a skála, tehát itt a címében is, ugye bor, betyár és pásztordal. Hát nyilván itt a Hortobágy a Sáréthez közel, ahogy ezt Szűcs Sándor is írta, Betyárok, Pandúrok és egyéb hírességek című könyve jut hirtelen az eszembe. Tehát bizony régen-régen ennek a világnak sajátos kultúrája volt, ahol bizony betyárok is megfordultak, a pásztorság is állandó hát létformája volt, és ez megteremtette a maga dalvilágát. Nagyon jó dolog, hogy ezt a régi dalvilágot hozza és szólaltatja most meg a pávakör. Szólaltatják meg a pávakörök. Természetesen fontos az, hogy régi szép dalaink tovább éljenek, tehát kíváncsian hallgatja az ember a régi pásztordalokat, bordalokat, betyárdalokat. Aztán nagyon fontos, hogy az együttes ezt milyen formában tudja a színpadon a mai közönség számára is élvezhetővé és gyönyörködtetővé tenni. Riporterünk megkérdezte a fellépőket, mi a jelentősége a népzenei fesztiváloknak. A legfontosabb jelentősége az, hogy ugye a néphagyományunkból, a mindennapi pásztor életből kifogyott az, vagy eltűnt az a féle együttlét, ami régen együtt jellemezte ezeket a közösségeket, hogy együtt daloltak, összejöttek, népdalokat, generációkat adtak át egymásnak, az idősebbek, a fiatalabbaknak. Na most ez a lehetőség, ez eltűnt. Ezek a népzenei találkozók valamilyen szinten, formában ezt a féle hagyományt vinnék, őriznék tovább, hogy az idősebbeket lássák a fiatalabbak, megtetszik a népdal, akkor hát, ha megragadna bennük, vagy legalábbis akkor, ha több ilyen találkozóra mennek, többször meghallgatják, akkor megtanulják, illetve egymást megnézni, az egymás hibáiból, sikereiből tanulni, okulni, saját sikereinkből, hibáinkból tanulni, okulni. Tehát ez a egyik legnagyobb jelentősége. Az, hogy találkozunk azokkal az emberekkel, akikkel más rendezvényeken találkozunk, új barátságokat tudunk kötni, és tehát jó együtt lenni, jó énekelni. Elsősorban tanulni jövök ezekre a versenyekre. Meg kell említenem, aki imádom a művészetét, a Kenyeres Márta tanárnőt Balmazújvárosról. Nagyon sokat tanulok tőle, és a citere játéka lenyűgöző. Ő egy mester, hogy ilyen röviden fogalmazzak. Hagyományőrzés, amit elődeinktől tanultuk, mert ugye nálunk nincsen szakmai vezető, és ugye a hagyomány, ahogy megtanultuk valamikor a szüleinktől, dédszüleinktől, és mink ilyen hagyományőrzők vagyunk. A fellépő népdalkörök és szólisták ezen a napon megmutatták tehetségüket, fejlődésüket az elmúlt évhez képest. A megjelentek emléklapot vehettek át, majd kiosztották az ezüst és aranyfokozatokat. A Püspökladányi Pengető Citerezenekar és a Kossuth Olvasókör ezüst fokozatot, Eszenyi Imre és Romhányi István, a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör tagjai pedig aranyfokozatot vehettek át.